Szép napot kívánok mindenkinek az utolsó Secret Weapons of World War videónál, ahol bemutatom a kedvenc pályámat, ami nekem a legjobban tetszett az összes új közül, a Mimózseki, hát nem tudom, hogy kell kimondani, mindegy, tehát Mimózseki pályát, ahol a főkontinensről egy amerikai főhadiszállásról indulunk el, és egy németekkel teli félszigetet kell elfoglalni, ahol egy V3-as rakétabázis van. Társaimmal megyünk itt egy repülőbe, mint hogyha büntetésben volnának, úgy ülnek. Fegyvereik meg sehol. És a neveik érdekesen pattognak így menet közbe. Hát igen, apró stilisztikai rendellenesség, hát ilyen előfordul a játékba. Minden hibát azért nem lehet kijavítani, tudjátok? Hát itt vannak ezek a kis... Bocsánat, nagy... egytörnyős repülők, ahonnan kiugorhatunk egytörnyősként. Na ennek a pályának az a tuti megoldása, hogy megkerülöd a német vonalakat. Például most kiugrottam oda a partra, felvettem egy német motorbiciklit, és most ezzel török előre. Természetesen ugyanúgy kéz nélkül megyek vele, és egyszer csak zanyálok egyet és fog nélkül. Tehát meg tudjuk kerülni, nézzétek, meg át tudjuk úgymond szelni az összes német vonalat. Nem kell megverekednünk az ellenséggel, ami tényleg nagy előny, mert bizony kőkeményen támadnak minket tankkal, meg mindenféle szírszarral. Tehát meg lehet őket kerülni, egyből bejutunk ide a fő komplexumba, és el is tudjuk foglalni. A levegő itt is elég súlyosnak tűnik. Aha. Hát igen. Mint mondtam, minden hibát sajnos nem lehet kijavítani. Ez hatványozottan igaz a mesterséges intelligenciára. Ahogy itt a V3-as rakétabázison törtem előre a lövészárkokba, mit látok az egyik kanyar mögött? Hans Regenkurt egy helyben fut, nagyon elmélyülten. Kicsit így a repülőgép anyahajós esetre emlékeztet engem. Ó, de hát kérem, ez a barátainkkal is ugyanúgy előfordul. John Cocksucker futóversenyen érzi magát, még a fejét is úgy emeli fel, komolyan, mint aki maratoni futást produkál. Itt pedig az ellenség nagyon jól el van az egyik barátommal, aki beült a légvédelmi ütekbe. Hát nézzétek meg! Itt ezek ilyen közös megegyezésre háborúznak. Inkább már kártyázzanak akkor. Az orvosok is ugyanolyan hülyék, mint eddig. Üvöltözhetek neki, amíg a torkomon kifér, ennek eszeágával sincs meggyógyítani engem. Úgy emlékeztet ez engem valamelyik játékra, nem is tudom, ilyen sielős. Hát igen, mesterséges intelligencia némi kívánnivalót hagy maga után. Na, a Mimózseki V3-as rakétabázison paranormális jelenségeket tapasztaltam utam során. Itt vannak ezek a vízelvezető csatornák, vagy nem tudom, ezek az aknák. És hogyha leugrom az egyikbe, akkor egyből meghalok valamitől. Nem tudom, ott valami víz van benne. És akkor... És kiköpi a testem a túloldalon. A betonon át. De nézzük meg ezt egy másik izénél. Három ilyen van. Mindegyikkel lehet baromkodni. Ha untam magam, akkor mindig ezzel hülyéskedtem. Itt is beszállunk ebbe is. Jézusom, mi történik ott velem? És kidobja a beton túloldán a holttestem. Ez tényleg poénos. Aztán, amikor a motorbiciklivel megakadtam ott véletlenül az egyik ilyen lövészárok bemenetnél, lépcsőnél, szó szerint megakadtam, hát ez mekkora hülyeség már? Egy olyan kis patkán nem tudok átmenni a motorbiciklivel? Hát nem, ebbe a játékban nem lehet. Aztán, amikor leszálltam róla, mi történt? Meglátjátok. Leszállok róla. Hops! Beestem a betonba. Kicsit szétnéztem, mi van itt. És megint meghaltam a semmitől. Bravúros pályatervezés. De nem csak én tudok ám belemenni a betonba, a tankok is, nézzétek meg. Simán átmegy a hídnak a izéjén, oldalfalán. Na, nézzünk meg egy másik pályát, a Gothic Line-t. Ami elvileg az utolsó, és úgy tudom, hogy a legjobban védett német védelmi vonal volt. Ezzel a pályával sincs semmi probléma, ez is jól meg van csinálva. Ilyen kis hegygerinc választ el minket a németektől. Illetve ha németekkel vagyunk, akkor az angoloktól. De... annyi hozzáfűzni valom lenne, hogy ez nem gótik vonal volt, már elnézést kérek. Nézzétek meg a történelmi könyvbe, ezt Siegfried vonalnak hívták. Igen, olyan volt. Gótik vonal nem volt. Aztán, amikor ki akartam törni egy régi profilomat, találkoztam az első számú programhibával, ami valódi hiba. Megfagy az eger. Egyszer nem fogod tudni utána mozgatni az egeret. És billentyűzetesen reagál, úgyhogy telepítheted újra a játékot. Hurrá, hurrá! De örültem neki.
Na, de hogy ne csak rossz dolgokat mutassunk be, a végére jön egy kis zenés videó a legjobb pillanatokból, összevagdosva. Remélem tetszeni fog ám nektek is. Na, hallani szeretnétek a véleményemet és az értékelést. Ezzel a játékkal fél munkát végeztek az alkotók. Az rendben, hogy ez csak egy kiegészítő csomag, de éppen az lenne a feladata, hogy jobbá tegye magát a játékot. Erre fel megcsinálja a remek pályákat, a fasza új fegyvereket is, meg minden nagyon atom, csak éppen nem fölött a foguk a készítőknek az, hogy a hadjáratba ezeket mind be is illesszék. Ám hogy azon sem nagyon törték magukat, hogy normálisabb mesterséges intelligenciát hozzanak össze. Hát ne mondja nekem senki, hogy ez lehetetlen volt 2002-ben. A 99-es Quake 3 arénában tudtam kommunikálni a társaimmal, és parancsot is tudtak teljesíteni. Ne szórakozzanak már velem, hogy ennyire futotta. A repülőtáska egy kacat. Ezt már megmondtam. Fegyverek viszont jobbak lettek. Tehát egy közepest azért megérdemel. A grafika meg a zene az ugyanúgy hibátlan, én semmi problémát nem találtam egyikkel se, ha lehet még jobbak, mint az előző játékba. De tényleg. Kezelhetőség meg, hát mint mondtam, nagyon-nagyon minimálisan jobb, de igazából ez se üti meg a pozitív szintet, úgyhogy adjuk meg ezt közepesre. Végeredményben az jön ki, hogy ez egy nagyon jó kis kiegészítő csomag. Azt nem mondanám, hogy kijátszani lehet, mert igazából nincs benne egyik új pálya se a játékba, de el lehet vele 2-3 óra hosszat játszogatni, és egy ideig maradandó élményeket biztosít.